Ahhoz, hogy ez a felvétel tiszta legyen, valamelyest tiszta legyen, muszáj egy bűnvallással kezdem. Kezdeném azzal, hogy lenéztem a vallási vezetőket. A papokat, a lelkészeket, pásztorokat lenéztem. Nem is titkoltam, most sem titkolom. Megvetem őket. De megláthattam Isten kegyelméből, hogy minek köszönhetően vannak ők abban az állapotban, amiben vannak. És minek köszönhető az, hogy valamelyest, hangsúlyozom, valamelyest beszélhetek az igazságról úgy, hogy ne akarjak megfelelni az embereknek. Ez nem az én érdemem. Többször elmondtam, hogy bármi olyan elhangzik ezen a csatornán, vagy elhangzott eddig is ezen a csatornán, ami építő volt, ami ébresztő volt, ami hasznos volt a lélek számára, az nem az én érdemem, hanem annak az érdeme, aki nekem is adja az igazságot, adja a lelkem szabadulását. Nem csak a vallási vezetők, nem csak a papok, nem csak a lelkészek, nem csak a vezetők úgy általában vannak megkísértve azzal, hogy meg akarjanak felelni az embereknek, az emberek elvárásainak, az emberek igényeinek, az emberek alacsony igényeinek, a tömegszellem által megkötözött emberek alacsony és primitív igényeinek. Nem csak ők vannak megkötözve ezzel, hanem én is meg vagyok kísértve, hogy megkötözve mennyire vagyok, Isten tudja. Viszont kaptam nagyon kemény figyelmeztetést a mindenható Istentől, arra vonatkozóan, hogy én is folyamatosan meg vagyok kísértve azzal, hogy azt, amit kapok én igazságot, lélek által, azt próbáljam úgy formálni, úgy előadni, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon. Megfeleljek a hallgatóknak valamelyest, megfeleljek az egómnak is, az önérzetemnek, a büszkeségemnek, hogy nehogy valami csorba essék az én képzetemben, az egómban, és nehogy a kedves hallgatók közül valaki szívbajt kapjon. Próbáljak úgy beszélni. Az, hogyha az igazság és a lényeg elmarad, az nem probléma. Az nem probléma. A lényeg az, hogy te nehogy megsértődjél a testi füleit, nehogy megsértődjenek és leesnek a helyéről, és az én egóm nehogy megsérüljön, csorba esne az én egómba. Az, hogy az igazság elmarad, amiben szabadulás van a lélek számára, az nem probléma. A lényeg az, hogy mi egyezünk meg ketten, te, aki ezt hallgatod, kedves Bálint, vagy akárki hallgatja ezt a felvételt, mi ketten egyezünk meg, hogy én úgy fogok beszélni az igazságról, hogy még véletlenül se sértődjél meg, még véletlenül se szembesülj, és még véletlenül se jöjjél ki a megkötözöttségeidből, a bűneidből, a hazugságodból, a képmutatásból. És én is úgy beszéljek, ugye, hogy nehogy az én kép, amit kialakíthattam az idők folyamán, a világhálón, az emberek előtt, nehogy az megsérüljön, inkább sérüljön az igazság. Tapossuk meg az igazságot. És most egy ilyen váltás történt a szívemben, mert a vallási vezetőket, úgy általában a vezetőket nem lenézem, hanem szánom őket. Teljes szívemből szánom őket. Meg vannak kötözve. Koldulnak, koldulni mennek az emberekhez. És képesek hízelegni és hazudozni. Akár Magyarország nevében, akár a trikolór nevében, piros-fehér-zöld nevében, akár a Szent Korona nevében, akár Isten nevében, és Isten bocsássa meg, akár Jézus nevében. Képesek hazudozni, hízelegni az embereknek, csak hogy kapjanak egy kis textet, nehogy valaki megsértődjön. Miféle vezető az? Miféle vezető, miféle király, miféle miniszter, miféle vallási vezető az, aki az embereknek akar megfelelni? És nem az igazságnak, amely megtarthatná az embereket, és megmenthetné őket a haláltól és a kárhozattól. Szó szerint, miféle vezető ez? Olyan vezető, amilyenről beszélt Jézus, aki bezárja a mennyek kapuját, ő nem fog bemenni, de akik be akarnának menni, azokat sem engedi be, azokat sem bocsátja be. Ilyen vezető az ilyen. Katolikus, református, protestáns, hídgyűlis, Jehova tanúja, Fidesz, kommunista, kiáltószó, tök mindegy, tök mindegy. Ilyen hitvány az egész. Ilyen hitvány az egész. Velem az élen, Isten könyörüljön a lelkemen.
Velem az élen, hogyha én ebbe a hitvánságba belemegyek, és akarok kedvezni a hallgatónak, aki hallja ezt a felvételt, ezeket a kemény kijelentéseket, amelyek által mellesleg Isten megszabadít embereket. Eddig is megszabadított, meggyógyítja őket úgy testileg, mint lelkileg. Csak hogy elkezdem formálni, hogy legyek népszerűbb és populárisabb. A YouTube-on, meg a Facebookon, meg az Instagramon. Ezért azt hiszem, hogy most már kezd érthetővé válni, hogy miért jöttem ki a házból, mert ha elkezdek ordibálni a harmadik emeleten, lehet, hogy rám hívják a 112-t. És elvitetnek a rendőrök, aminek megbandultam. Itt a természetben a fák között lehet üvöltözni úgy, ahogy adja mindenható Isten, és könyörüljön rajtam, hogy tudjak úgy beszélni, hogy annak legyen értelme, másképp nincs értelme, beszéljek, fogjam be a pofámat, menjek vissza, nősüljek meg, vagy menjek paráználkodjak, menjek vissza a világba, kalandozni, vissza a bűnbe, istentelenségbe. Másképp nincs értelme beszélni. Nincs értelme beszélni. Az igazság beszédével, Isten beszédével élni. Nincs értelme. Nincs értelme hazudozni. Vagy ha hazudok, akkor inkább hazudok a magam nevében, nem? Ne Isten nevében és ne Jézus nevében. Ha már magamat akarom dicsőíteni és képmutató vagyok, akkor inkább hazudjak a magam nevében. Ne Isten nevében és ne Jézus nevében. Vagy inkább legyek buddhista vagy valami. De felejtsem el a Bibliát, Istent és Jézust, legyek inkább hideg. Mert sokkal jobb az nekem, mint langyosnak lenni. És a bűnvallás még nem ért véget, ezután kezdődik. Tehát az első pont az, hogy mostantól nem kívánom lenézni senkit sem. Sem a politikai vezetőt, sem a vallási vezetőt. Közösséget nem kívánok vállalni egyikkel sem. Egyikkel sem. Nem azért, mert külön vagyok. Épp olyan hitvány vagyok, mint ők. Hanem pont azért, hogy ne legyek szövetségisük a bűnben, az istentelenségben. Ezért nem akarok közösséget vállalni velük. Nem akarom lenézni, mert meg vannak kötözve. Átok alatt vannak az összes. Átok alatt van az összes politikai és vallási vezető, aki a bűnös parázna emberek fölének akar kedvezni. Mindenki átok alatt van, még én is, ha ezt teszem. Még én is. És akkor, hogy meglássátok, hogy milyen hitvány vagyok, és milyen gyarló vagyok, mennyire kísérthető vagyok, és hogy miért nem érdemes követni a kiáltó szót, miért nem érdemes úgymond a kiáltó szóra feliratkozni az élő csatorna helyett, az élő csatorna, a Krisztus helyett. Fel fogok olvasni néhány kommentet, ami az én szégyenemre vall, kell szégyeljem, ez van, drága emberek is. Bocsánat kérek én mindenkitől, amiért ez történhetett. Azt írja egy hölgy a Facebookon, a kiáltószón, az este hallgattalak, és olyan szépen belealudtam kedves orgánumodba, azt mondja, kiabálhattál volna. Ha kiabáltál volna, akkor is belealudtam volna. Köszönöm szépen a visszajelzést, a bókot, őszinte visszajelzést. Tessék, ez van. Mi ez? Mi akar lenni ez? Operett színház, ahol jó az orgánum annak az énekesnek, és szépen bealtatja az embereket. Mi akar ez lenni? Persze ez az ő bűne is. Mert lehet, hogy ő este nem engemet kellett volna hallgasson, hanem az atyát, Istennek a lelkét, hogy megmentse a nyomorúságából, a meglévő bűneiből. De hát az én hangom kellemesebb, nem? Azt mondja, hogy kedves orgánumomba belealudt. Gyönyörűséges. Menjünk tovább. Jön a következő komment, aztán elmondom mindjárt a szembesítést, amit kaptam Istentől. Tényleg a kedves hangja engem is néha elaltat. Pedig ez nem mindennapos. Mi jön még vajon? Jön egy harmadik komment is, azt mondja, hogy engem is, azt hittem, velem van a baj. Szégyellem magamat. Isten és ember előtt. Tényleg. Azt kell mondjam, szégyellem magamat. És igen, látjátok, hogy a langyossággal nem csak ti vagytok megkísértve. Jó munkahelyetek van, pénzetek is van, esztek, isztok, szartok. Hanem a langyossággal én is meg vagyok kísértve. Nincsen Covid, nincsen karantén, nincsen oltakozási veszély, háborús veszély sincsen, csak ott valahol kicsivel távolabb, ugye. Minek foglalkozni a lélekkel, a lélek dolgaival? Meghallgatjuk a kiáltó szót, az nekünk elég. Este szépen aztán az orgánumába belealszunk. Hihetetlen. Borzalmas, drága emberek, borzalmas. Jött néhány rövid kijelentés, válaszkép ezekre a kommentekre. A legtöbben azért nem hisznek Istenben, mert a vallások elhitették velük, hogy hisznek Istenben. Isten könyörül rajtam, hogyha én is elhitettem valakivel, hogy ő hisz Istenben. Ezért nem, tehát félek találkozni a barátaimmal, családtagjaimmal, félek, tehát ne is lássam őket.
Nehogy elhitessem anyámmal, vagy a testvéreimmel, vagy a földi barátaimmal, hogy hisznek Istenbe. Félek velük találkozni, mert vagy egyenesen kell beszéljek, hogyha találkozunk, vagy pedig inkább némuljak meg. És akkor inkább úgy döntök, hogy nem találkozok velük, vagy elmegyek világgá, mintsem, hogy találkozzak velük, és elhitessen velük, hogy hisznek Istenben. Ezt tette a katolikus vallás több 2000 éven keresztül, és a protestálók, a reformálók, mindenki szépen belement a langyosba, és belevitte az embereket a langyosba. És azért nem keresik az emberek az igazságot, az élő Isten szavát, a feltámadás szavát, mert ők azt hiszik, hogy hisznek Isten. Hát hallgatják a kiáltó szót. Vagy van a másik, ott egy katolikus, az is olyan katolikus professzor, orvos is, meg professzor is, meg doktor is, meg szívsebész is, meg minden. Hát hallgatj, olyan, neki aztán az orgánuma még kellemesebb. Kellemesebb, mint a kiáltó szó, az orgán, az övé az orgánum. Ráadásul doktor, professzor, meg minden. És szépen tente baba, tente, belealtat a hazugságba, a bűnbe. Elhiteti velem minden este, felveszem az oltást tőle, hogy én hiszek Istenbe. Hisz a professzort hallgatom. Keresztény, jó keresztény, megműti a szívecskéket is, meg minden. És őt hallgatom, beszél néha Jóistenről. Hát hogyha ő beszél a Jóistenről, én meg hallgatom, akkor ebből az következik, hogy én is hiszek az Istenbe. Ez az átok a magyar nemzete, drága embertársak. Ez az átok rajtatok és mindenki. Azt hiszük, hogy hiszünk Istenben. Személyes kapcsolat nincsen, újjászületés nem történt, kijelentés nincs, nincs világosság, nincs bizonságtétel, de azt hiszük, hogy hiszünk Istenben, mert hallgatjuk a kiáltószót, akinek nagyon kellemes az orgánuma. Így haladnánk tovább, akkor lehet, hogy egy kevés idő múlva már a nemi szervemet véleményeznék, hogy milyen. Isten könyörüljön rajtam, bűnös emberem. Szóval a kedves hölgyek ugye bealudtak, ilyen még volt korábban is, az elején volt ilyen, volt zenei aláfestés is, akkor még úgy elfogadható volt, de most hatalmas szégyen. Szégyen nekem, szégyen nektek. Jobb lett volna, hogyha hallgattok, de ha bár ennek is megvan a helye. Nincsen semmi gond. A válasz az volt erre a három szép gyönyörűséges kommentre, hogy nagyon röviden, hogy a betegség, a fájdalom és a szenvedés hangja nem fog elaltatni senkit. Úgyhogy, ha valaki aludni akar, akkor nyugodtan hallgassa a kiáltózót esténként, miután szolgálta a testét, szolgálta a mammont ezerre, hallgassa a kiáltózót és alukáljon, viszont előre bocsájtom azt, hogy a betegség, a fájdalom, a szenvedés hangja, na az, annak az orgánuma az már nem lesz olyan kellemes, mint az enyém. Ezt elmondom. Az nem fog senkit sem bealtatni. És igen, ha kedves hanggal vagy él, vagy pedig visszaél az ember. Hogyha kedves a hangom, ha megtörténik, hogy kedves a hangom, néha kedvesen szólok, hát akkor örüljetek, mert én meggyőződésem, hogy valakinek tényleg elég egy kedves szó. Ez igaz, csak nem rád, nem rád. Tisztelt a kivétel. Tehát van, akinek elég a kedves hang, és attól felébred, tisztelt a kivétel. A jelenlévő kivétel. Mert a mai ember, a mai facebookos ember a világmédia által teljesen eltorzított gondolkodású ember, na az mind kivétel. A kedves hang nem elég neki. Nem elég sajnos. Kell lássam azt, hogy milyen brutális szenvedéseken mennek keresztül asszonyok, férfiak és gyermekek. Mert a kedves hang már rég nem elég. Hisz okos vagy te is, intelligens vagy. Le is diplomáztál sátánból. Neked a kedves hang már nem segít. Na, én kétlem. Kétlen. A doktor úr aztán majd, a professzor úr, a keresztény professzor majd segít egy darabig. Bárcsak úgy volna, tényleg, kedves hallgatók, bárcsak úgy volna, hogy az én kedves hangom, vagy valaki másnak a kedves hangja segítene valakin, csak annyira lenne szükség, hogy valaki ilyen kellemes orgánummal elmondja az örömhírt, elmondja, hogy Isten ér és beszél, aki őt keresi, ahhoz szól Isten, aki nem őt keresi, az hallgatja a kiáltó szót. Bárcsak elég volna ennyi, hogy valaki ezt kellemes hangon elmondja. Ennek én örülnék legjobban. A kedves hanggal vagy él, vagy pedig visszaél az ember. A magam részéről én bocsánatot kérek tőletek, hogy elaltattalak, mert nem úgy szóltam, hogy a lélek adta. Van egy jobb csatorna a kiáltó szónál. Az egyedüli csatorna, amely által valaki megmenekülhet. Ez a személyes kapcsolat a Krisztus lelkével, emberek az ő szavával. A kérdés az, hogy fel vagyunk-e iratkozva erre a csatornára, vagy csak a kiáltószóra vagyunk feliratkozva. Újjá vagyunk-e születve? János evangéliumának a harmadik része erről szól, ottan beszél Jézus Nikodémusnak, hogy mi az, hogy újjászületés. Megtörtént, igen vagy nem? Mert ha nem, akkor lehet hallgatni ilyen kedves orgánumú embereket, míg a világ is két nap. Amíg még tart a földi
földi kegyelem. És akkor ez még mindig a bevezető egyébként. Ez még mindig a bevezető. Azt adja jóságos Isten, és ezt én már többször kijelentettem, de úgy látszik, hogy nem elég nyomatékosan saját magam számára és a hallgatók számára. Az igazságról kétféleképpen szabad beszélni. Csak kétféleképpen szabad beszélni. Kettő az egyben. Kettő az egyben. Az igazságról úgy szabadna csak beszélni, mintha nem lenne semmi veszítenivalónk. Ha én nem úgy beszélek az igazságról, hogy nekem nincs veszítenivalóm, én hazudok, hazugságban tartom embertársaimat. Egy. Úgy szabadna csak beszélni az igazságról, mintha nem lenne semmi veszítenivalónk. Mert hogyha én megkaptam Isten kegyelmét, az újjászületés ajándékát, akkor nekem nincs veszítenivalóm, semmi. Az, hogy az egómba csorba esik, hogy ki mit gondol, anyám, apám, keresztanyám, meg a rokonság, meg a család, meg Magyarország, meg Budapest, meg Moszkva, teljesen mindegy. Az igazi kincs megvan, vagy nincsen meg? Ez a kérdés. Hogyha megvan, akkor nekem nincsen veszítenivalóm. És csak így beszélhetek az igazságról. Még akkor is, hogyha a testem által ugye meg vagyok kísértve néhány kedves szóval, akár hölgyek, öregnénikék, unatkozó öregnénikék részéről, vagy fiatalabb hölgyek részéről meg vagyok kísértve, akkor is nekem csak így van értelme beszélni az igazságról, mert másképp hazugság minden. Ha nincs semmi veszítenivalóm, egy, és kettő, úgy, mint ha utoljára beszélnék. Ez a kettő. Kettő az egyben, egészen pontosan. Kettő az egyben. Ez rád is igaz, rám is mindenkire igaz, aki egyáltalán érintkezett az igazsággal, valaha, az élőisten szavával. Netán megkapta a feltámadás ajándékát, az újjászületés ajándékát. Csak így van értelme, drága emberek. Miért van ilyen lagymatak fosban a nemzet, ebben langyos fosban? Miért? Ezért. A kellemes orgánumú vezetők miatt, mint Bodó Attila. Tetszik vagy nem, bekerültem ebbe a szerepbe, valamilyen mértékben, Isten kegyelme által. Akik úgy beszélnek, hogy nehogy valaki megsértődjön, de az ő egójukba, az ő földi formájukba, torz szülöttségükbe ne essen csorba. Ezért van a nemzet ott, ahol van. És akkor azt mondja Isten, hogy most már nincs olyan más választásom, megszólítom a köveket. Hát, ha ők mondanak valamit. És akkor néhány ember, kövek, ugye, kő, tehát nem hívő, vagy katolikus, vagy keresztény, nem, egyik sem. Kő. Lelkismeretesen szól, mint akinek nincsen veszíteni valója. És utoljára szól általuk Isten, a kövek által. Lehet, hogy egy poéta volt, vagy valami filozófus, Isten megérintette, nem volt neki semmi veszíteni valója. Az imidzsét nem féltette, mint azért a kiáltószó, meg a társai. És beszélt úgy, ahogy adta neki a lélek. Utolsó kapaszkodó a magyar nemzet számára. Valamilyen szinten mi is ilyen kövek vagyunk, mert nem diplomáztunk sem teológiából, sem filozófiából, senkinek a fiából. Az élőisten fiából valamelyest ugye kaptunk az ő véréből, az ő szavából, és nincsen semmi más kapaszkodónk nekünk. Ilyen kövek vagyunk mi is. És így beszélünk. Hatalmas kárt okoz a nemzetnek minden egyes vezető, úgy politikai vezető. Tegnap elém adta a Facebook Ceausescu tárgyalását, Ceausescu párt tárgyalását és kivégzését. És belenéztem, és tudtam, hogy arról is kell beszéljek, fontos beszéljek, mert az vár, az a sors vár azokra a magyar vezetőkre, akik istenfélelem nélkül vezetik a nemzetet. Lehet, hogy Orbán Viktorra, lehet a többire, amúgy sok álmot kaptunk, profétikus álmot, kijelentést, hogy ez vár nagyon sok magyar vezetőre, politikai és vallási vezetőre, akik embereknek akarván megfelelni, istenfélelem nélkül vezetői szerepet vállaltak Magyarországon. Szépen megfogják, s agyonlövik őket. Ilyen még történt Magyarországon is, Németországban is, a modern világban is, a keleti világban is, és mindenhol, Romániában is, és lehet, hogy Magyarország soron következő, hogy azt mondja Isten, hogy te, ezek az emberektől félnek, az emberek véleményétől félnek, de az igaz, az élő Isten szavát nem félik. Embereknek meg akarnak felelni, az igazságot eltorzítják, elfordítják. És lehet, hogy azt mondja Isten, hogy hát akkor legyen meg, aminek meg kell lennie. Hogyha már sokszor hívogattam
adtam neki a jelzést, a hívó szót, hogy térjen meg a képmutatásból, a hazugságból, az istentelenségből, a bűneiből, az emberek manipulálásából, de nem tért meg, hanem benne maradt. Akkor átadom a nép kezére, mint Ceausescu eltársat és az ő kedves hitvesét. Akik hittek benne, akik felemelték őt, akik adták neki a pénzt, hogy zsírosodjon, kövéredjen a szíves a segge, azok kezébe fogom adni, hogy öntsék ki a haragjukat rájuk. Lehet ez fog történni Magyarországon is, ez következik. Mert borzalmas képeket kapunk arra vonatkozóan, hogy a Covid-dal nem ért véget a nyomorúság, a magyar nemzet nyomorgattatása, a fájdalom, hanem folytatódik tovább. Folytatódik tovább. Ezek a vezetők, akik a nemzetet a feneketlen szakadék irányába vezetik. És akkor most elmondom az álmot is, amit kaptam az éjszaka. Nem volt kellemes. Egyáltalán nem volt kellemes. Megmutatta Isten nekem azt a lelkületet, de úgy, hogy engemet behelyezett a főszerepbe. Én vagyok a vezető. Valamiféle vezető. Akár vallási, akár milyen vezető. Először kaptam egy parázna álmot, amit ugye nem csak én kaptam, hanem mások is kapnak. Isten így mutatja meg azt, hogy lelkileg az ember paráználkodik. Két felé sántikál. Egyet a test felé, egyet a lélek felé. És így csárdásolunk, kettő a test felé, kettő a lélek felé. Ez a paráznaság. És Isten ezt ugye megmutatja néha nekünk álomban, testi paráznaság formájában, hogy ezt tesszük mi. És elmondtam, ugye azt is megvallottam, hogy amikor kutya voltam, ebb voltam, a világban voltam, a testben voltam, a testi élvezetekben voltam, kaptam egy ilyen álmot, szinte még meg is köszöntem, hogy még éjszaka is. Még éjszaka is, milyen jó. Nappal is megcsináltam, nappal is paráználkodok, azt csinálok, amit akarok, élvezkedek, de még éjszaka is. Viszont a gyermek számára, drága embertársak, teher olyan álmot látni, hogy összevegyülök egy nővel, és eluralkodnak rajtam a testi vágyak, és akkor, mint a kutya, meg a disznók, egymásnak esünk, elkezdünk zabálni egymást. Ez hatalmas teher a gyermek szívének. Ezt is valaki nagyon szépen megvallotta egy bizonságban, hogy Isten hogy figyelmeztette őt, a gyermeke által szólt neki, hogy anya, ne csináljátok azt, amit csináltok apával. Gyermek szenvedett, hallotta őköt, és anyuka megmagyarázta Isten nevében, hogy de hát Isten ezt adta az embernek, meg minden. Ilyen idióták vagyunk. Szóval az első álom az ilyen paráználom volt. Nyilván Isten irgalmas volt, nem engedte, hogy végig történjen a dolog, hanem betekintést kaptam abba az álomba, hogy igen, így paráználkodik az ember lelkileg a világgal, a testtel. Hogy igazából nem is aktus volt, nem is szexuális aktus, hanem ugye az előjáték kézzel, meg kézzel, lábbal, meg ahogy ugye szokás ugye az amerikai szerelemben, úgy borzalmas volt. Ráadásul a nő a szájával akart engemet kielégíteni. És persze már szinte álomba kaptam a megértést, hogy ennek mi a jelentése. Erről beszéltem, ott a videó leírásában egy nagyon kemény figyelmeztetés a hatalom embereinek. Az is borzalmas volt, Isten fel kellett kölcsön abból az álomból is, hogy ne kelljen végéljen, mert a gyermek számára teher, a gyermeki lélek számára az hatalmas teher, drága emberek. Ott a videó leírásában a hatalom figyelmeztetés a hatalom embereinek nagyon-nagyon kemény, nagyon kemény. És emlékeztek, hogy milyen sokat beszéltünk a paráznaságról, hogy a testi paráznaság is azt mutatja meg, hogy az emberek lelkileg miben vannak. Mi azt hiszük, hogy Magyarországon az LMBTQ-val van a baj, hogy jaj, az LMBTQ bejött Amerikából, persze, egyáltalán nem örvendetes, de azt hiszitek, hogy a politikai vezetők, a vallási vezetők nem LMBTQ-sok? Dehogyis nem. Mindenki az. A testi ember az. Mindenki. És valamelyik videóban arról volt szó, ugye, hogy megmutatta még azt is a lélek, hogy mit jelent az, ezek a devianciák, torzulások, amit mi úgy élvezünk, ugye? Mert megláttuk, hogy van olyan, hú, ezt így is lehet csinálni. Most már van pénz, van kényelem, lehet tantrikus szex, meg orális, meg anális, meg mindenféleképpen lehet csinálni, ugye? És megmutatta Istennek is a jelentését, hogy mindenek van jelentése, minden torzulásnak mi a jelentése a lélekben.
És ugye hát az orális szex az, az, ami történik általában a hatalmi rendszerben. Arról szól az álom, amit kaptam korábban, a üzenet a hatalom embereinek, valami ilyesmi videó leírásában található. Hogy azt mindenki gyakorolja. De hogy? Hát azonos neműekkel mindenki. Mert a hierarchiában, drága embertársak, azt kell gyakorolni. Hát a sátáni hierarchia arról szól, hogy ahogy te kielégíted orálisan azt, aki fölötted van, téged is kielégít orálisan az, aki alattad van. Erről szól az orális szex. Erről szól. Hízelgéssel dicsérette, egymást dicsérjük. Orbán dicséri Viktort, Viktor dicséri Orbánt, Attila dicséri Bodót, és Bodó dicséri Attilát. Egymást dicsérgetjük. Azonos neműekként persze. Mert neki is ugye vannak azonos nemű alattvalói. A hierarchiában, a fáraó hierarchiában azonos nemű alattvalói, akik orális szexet hajtanak végre rajta, és ő is azt csinálja felfelé, Európa meg Kelet, teljesen mindegy. Mert hogyha az ember nem ismeri az élőisten lelkét és az ő hatalmát, akkor már automatikusan benne van ebben a perverzióban, és cselekszés műveli azt, ahogy őt kielégítik orálisan hízelgéssel, dicséretekkel, segnyalásra, Isten bocsássa meg. Úgy azt teszi ő is felfelé. A legszörnyűbb az, drága embertársak, hogy legfelül a sátán van, az Antikrisztus. Ahogy nyaljuk egymásnak a felfelé ugye a farát, úgy az utolsó, legfelső ember, tegyük fel, hogyha a pápa volna az, nem biztos, hogy ő az. Nagy valószínűséggel nem ő az, teljesen mindegy. Ő már az ének, tehát a magának a sátának nyalja, az Antikrisztusnak. És most következik a legszörnyűbb dolog. Hogy ki van legalul ebben a hierarchiában? A gyermeket, a kisfiat, a kislányot. Ő van legalul ebben a hierarchiában. Magyarul a lelked, az van legalul a lelked. Ebben a perverzióban, ebben a Szodoma, Gomora perverzióban a gyermeket, a fizikai, testi gyermeket, a kisfiat, a kislányot, és a belső gyermeket, a lelked. Aki megmenekülhetne az örök életre, ő van legalul ebben a hierarchiában. És akkor nem értjük, hogy Isten miért enged meg ilyen álmokat. Jaj, az ördög adta az álmot, a sátán, a démon. Persze, persze, meséljünk mi magunknak, hűítsük magunkat, hazudjunk magunknak. Majd elmegyünk valamelyik szektába, és kivizetjük a démont a lelkünkből. Ami valójában Istennek a figyelmeztetése, hogy ember, ebben vagy, ez a lelki parál, amit csináltok. A legtöbb proféta kijelentésekhoz mind démon volt emberek. Mert Mózesnek nagyon kemény kijelentései vannak. Ez semmi ahhoz képest, amit Mózes mondott. Mert ő elmondta, hogy nem csak a Szodoma és a Gomora történik meg Isten nélkül, egy nemzet keretein belül, hanem a kanibalizmus, hogy az anya megeszi a saját gyermekét titkon. Ez megtörténik lelki értelemben nyilván, a szülők megeszik a saját gyermekeiket, és megtörténik testi értelemben is, mert ilyen már történt, korábban is. A húsevő ember, a testi ember, ha nincs, amit megegyen, a hüttő leolvad, elveszik a villanyáramot. Én bele sem merek gondolni, mi fog történni egy metropoliszban, egy Budapesten, egy New Yorkban. Bele sem merek gondolni. Könyörgöm az Úristenhez, hogy vegyen ennét erről a földről, mielőtt ilyen kéne lássak. És ez bármelyik percen, meg, hogyha az infrastruktúra, a sátáni struktúra, hogyha összeomlik, amit felépítettünk, könnyen megtörténhet nem a Szodoma és a Gomora, nem a pedofilia, hanem az emberevés. Az, hogy amit ír Mózes 5. könyvének a 28. részében, hogy az anya a saját magzatát megeszi. Kedves hölgyek, csak megkérdem, hogy valaki alszik-e itt a háttérben. Van-e valaki, akinek kedve van még mindig alukálni a kedves orgánumomra? Ki sem tudom mondani. Elnézést, nem akarok gúnyos lenni, de azért ezeket a szavakat szívleljük meg. Én is, én mondom, elsősorban én kell megszívleljem, aztán mindenki más, aki hallgatja. Ez volt az első álom. Paráznaság, ugye, kézzel, lábbal, szájjal akart kielégíteni ez a nő, ezek a hízelgők, akik néha behízelnek nekem ott, utána aztán meg köpködnek, mert ez történik. Egyszer hízelek a Facebookon, vagy bárhol a YouTube-on, utána meg köpköd, azt mondja, hogy jaj, most már ez nem tetszik, a múltkor tetszett, most már nem tetszik. Unatkozó öreg nénike vagyok, most már nem tetszik, amit mondasz. Menjél vissza a romantikába, nagy felébredjek. Aludjak tovább a szavaidra. Az unatkozó öreg nénike, s bácsika,
meg van sértődve tiszta ingyen, nem kapja ő azért a beáltatást Isten nevében. Meg van sértődve. Hitvány az ember, drága embertársa. Éppen tényleg erről beszéltünk a rokonokkal, hogy ja, Jézus bennünk van. Persze, persze. Jézus akkor hol volt, amikor a barátnőm lefutott az állomás, legyen öngyilkos, akkor hol volt Jézus? Bennem? Nem hiszem, hogy bennem lett volna. Ha bennem lett volna, akkor ilyen nem történik, emberek. Hitvány képmutató az ember. A testi ember. Újjászületés nélkül a gyehenna tüze felé megyünk tömegessével, kiáltó szóval az élen, az ő kellemes orgánumával az élen. Követjük az ő kellemes orgánumát a feneketlen szakadékba, tűzbe. Ez volt az első álom, paráznaság. Nem értettem akkor, hogy miért kapok ilyen álmot, és jött a következő álomkép, tanítás. Felmentem a tömbházunkban a legfelső emeletre, a tetőtérbe, hatalmas tetőtér van a tömbház fölött. És láttam, hogy nekifogtak a munkálatoknak, építik be a tetőteret, nagyon komoly ilyen szórakoztató helyet akarnak kialakítani a tetőtérben, és munkások sűrnek, forognak, építenek, szépen díszítik, meg szervezik, meg minden, és nézem, hogy kivették az összes tartószlopot, hogy több legyen a tér, nagyobb legyen a tér a táncnak, a bulinak, kivették a tartószlopokot. Mondom, hogy hű, ez borzalmas, ezek őrültek, ezek építik a szórakoztató helyet, így mondják el, diszkó. Szórakozó hely. És kiveszik a tartószlopokat. Tudtam, ez rá fog omlani az emberekre. Ez rá fog omlani az emberekre. A szórakozni vágyó emberekre. Rá fog omlani a tetőtér. És elborzadtam valósággal. Persze már álomban értettem, hogy ez ugye ez a magas emelet fenn a tetőtérben, ahogy mondják, hogy is hívják, van ez az amerikai szó, Amerikában vannak ilyen luxus apartmanok ott fenn a tetőtérben, fenn a legfelső emeleten, medencék, meg minden. Van ennek egy ilyen specifikus neve, most nem jut hirtelen eszembe. Azok a legdrágább apartmanok, ugye, van fent a luxus, ugye. A Bábelnek a tetején, hogy értsük meg, nem a név a fontos, hanem az, hogy mit jelöl ez az álom. A Bábel torony tetején történik mindez, drága emberek. A Bábel torony tetején. Ami általunk elképzelt világban már nagyon magasan vagyunk, és minden lehetőség megvan a szórakozásra. De van egy bibi az egészben. Ki vannak véve a tartószlopok? Érthető? Valaki felfogja ezt? És szó szerint is, Gyergyó Szent Miklóson, mi is olyan lettünk, mint ahogy mondta Jézus a farizeusokra, messzel sírok, a tömbházakat újítják, olyan jól néznek ki, a rothadó kommunista tömbházak olyan jól néznek ki, hogy öröm nézni a testi szemeknek. Be van volva benzinne, olajjal, hungarocellával, jól égje, mint a zsír. Egy bombát ide ledobnak Gyergyóba, egy bomba elég az egész Gyergyónak. Egy tömbház elkezd égni, az összes égni fog. Az emberek testestől és lelkestől fognak égni. A hungarocellákban. Testestől és lelkestől. Mert bevontuk a tömbházakat benzinnel. Kőolajjal, hungarocellával, igazi hungarikum, hungarocella. És még mi történt ezen kívül? Hogyha valaki azt hinné, hogy az álom ez csak egy ilyen random, ilyen nonsense álom. Ezen kívül mi történt? Hát bekapcsolta a széke és a televíziót, és meglátta, hogy Amerikában milyen tágas és szép lakások vannak. Tágas és szép lakások. És hogy milyen jó, modern, illatos, meg az embernek ugye már a paráznasághoz is inkább van kedve egy illatos lakásban, tágas lakásban, hatalmas televízió, meg minden. Jobban megy a perver, televízió, perverzió ugyanaz. Televízió megmutatja, hogy kell csinálni, és mit csináljuk zsinórban. Tudjátok, hogy mit csinált a székely? Elmondom nektek. Azt csinálta, hogy a kommunista beton tömbökben, amelyek ahhoz képest jól megvoltak építve, mert érintetlenül mostanig álltak. Csodál csodája, nem volt semmi probléma, mostanig álltak. Kívülről nem voltak túl eszétikusak, de most már nagyon szépek vagyunk. Olyanok vagyunk, mint Svájc, mint Budapest. És a székely meglátta a televízióban, hogy milyen az amerikai apartman, és kivette a tartószlopokot, a tartó betonfalakat kivágta a lakásában. Valaki ezt fel tudja fogni? Hogy a magát okosnak és értelmesnek hívő ember mit csinál? Valaki azt mondja, az álmom, ez véletlen volt, ez nem Istentől van? Valaki még azt meri mondani?
Ezt tette az okos, intelligens, büszke Székely. A kommunista betontömbökben kivágta a beton tartó, tartófalakat, kivette, hogy legyen az ő lakása is amerikai, hogy jobban menjen a pornó úgy a tévében, mint az ágyban. Ezért. Ez történt. Nem ez a legfőbb probléma, kedves székelyek és magyarok. Nem ez a legfőbb probléma, hogy kivettük a kommunista betontömbökből a beton tartófalakat, hanem az, hogy ez lelkileg is megtörtént, mert ki van véve az emberek életéből a tartó oszlop, erőteljes tartó oszlop, a törvény, az igazság ki van véve, s a Krisztus, a kőszikla ki van, el van dobva, hoztunk helyette, importáltunk egy amerikai Jézust. Jesus loves you, úgy szeret téged Jézus, és egymást meghűítettük az ő nevében. Ez a probléma nem az, hogy a kommunista tömbök össze fognak omolni. Mert voltak földrengések Magyarországon is az elmúlt időkben, és Romániában is. 4-es feles fokú, nem sör, földrengés. Mi fog történni a magyarországi és a gyergyói kommunista tömbökkel, ahol itt ki vannak véve a beton tartószlopok, tartófalak? Egy ötön felüli földrengés, 6-os, 7-es, nagyisten, földrengés. Mi fog történni Gyergyóban, emberek? Konzerv! Székely konzerv! Székely hús lesz benne! Ez fog történni. Ez az álom, éjszakai álom, ezt láthattam. És találkoztam a patronnal, vezérigazgatóval, tulajdonossal, pénzes emberrel, aki felismert engemet, megismert. Nagyon gazdag, pénzes ember, megismert, olyan kedvesen fogadott engemet. És olyan kedves volt velem, hogy én ahelyett, hogy figyelmeztessem őket, hogy mit csinálnak, hogy el fognak pusztulni, én elfogadtam az ővékét, a vendégszeretetet. Belementem az ő játszmájukba. Leültem a kényelmes kanapéba, és jót csevegtünk. Ott volt egy motor is, szépen fel volt szerelve az ő kedvenc motora. Ugye az én amikor még ugye a világban voltam, motoroztam, szerettem a motorokat, ott volt az is. Azt is megcsodáltam. Láttam, ezek az emberek el fognak pusztulni. Akik ott fognak szórakozni a Bábel tetején, el fognak pusztulni. De én mit csináltam? Azt, amiről szó volt mostanék. Nehogy megsértődjön valaki, inkább halljon meg! Inkább az ő testes, a lelke vesszen el! Nehogy megsértődjön, nem fogom elmondani, hogy ki vannak véve a tartóoszlopok, ki van dobva a törvény itt Gyergyóban, és ki van dobva az igazság, ki van kukházva, és a törvény és az igazság helyett Amerikába hoztunk egy amerikai Jézust, egy amerikai Buddhát, és mehet tovább a pornó, a Szodoma és a Gomora. Drága embertársak, fájdalmas, fájdalmas. És Isten figyelmeztet, nem akar, hogy elvesszék. Kemény szavak, ennél sokkal kellemesebb szavak vannak, sokkal kellemesebb orgánumok vannak a világon, a kereszténységben és mindenhol. De Isten figyelmeztet, hogy nincs sok időt hátra. Már sok figyelmeztetést kaptál. Több éve beszélek, hogy az interneten beszélhetünk a barátaimmal. És meggyőződésem, hogy nagyon sok olyan ember volt, aki hallotta, és akinek volt egy olyan videó, egy ilyen felvétel, amely az utolsó volt, mert meghallgattas, nem tetszik ez nekem, túl erős, meg van bolondulva, ez nem lehet Istentől, össze-vissza beszél mindenről, pornóról, szexről, parázaságról, mindenről, ez nem lehet Istentől, az amerikai Jézus sokkal kellemesebb, őt hallgatjuk inkább. És voltak olyan emberek itt a kiáltószón, akik számára az volt az utolsó figyelmeztetés, és jött a jobbik esetben a kemény betegség, rosszabbik esetben a temetés. Miért? Az ima azt mondta, az nekem nem tetszik, ez nem lehet Istentől. És görgetett tovább lefelé, a pokol beárata felé. Tovább görgetett lefelé, a Facebookon, a YouTube-on és mindenhol. Mert neki nem tetszett. Mert igaz, amit mond Pál apostol, a Krisztus lelke által, hogy az utolsó időben, ebben a jólétben van pénz, infrastruktúras, új aszfalt és hungarocellák mindenhol. Az emberek elfordulnak a józan tanítástól, a józan kiáltástól, és a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülük, a saját kívánságaik szerint gyűjtögetnek maguknak tanítókat. A józan tanítástól elfordulnak, mert viszket a fülük, inkább megvásárolják a doktor, a keresztény doktor professzorok a meséit, mintsem, hogy Istenhez forduljanak.
hogy kapjanak látást a szemeikre, hogy meglássák, hogy már nincsen sok hátra. És Törökországban hirtelen jött a veszedelem, és nem mondta azt a mindenható, hogy tehát te 20 éves vagy, te most nem halhatsz meg. Ott tömegessével körülbelül 50 ezer ember meghalt néhány nap leforgása alatt. Azt hiszi valaki, hogy a törökök bűnösebbek voltak, mint a gyergyóiak, a budapestiek? Tévedtek, tévedtek. Ahogy mondja Jézus, sőt, ha meg nem tértek a bűneitekből, a hazugságból, a képmutatásból, a testimádatból, a saját kezeit, csinálmányainak a tiszteletéből meg nem tértek, és nem kértek látást a szemeitekre, hogy meglássátok, hogy miben vagytok, ugyanúgy menthetetlenül el fogtok veszni, mint az 50 ezer török, akire mellesleg a mindenható Isten adta a figyelmeztetést. Kedves utitársam által megmondta Isten, hogy 125 nap múlva egy borzalmas dolog fog történni. Rengeteg ember meg fog halni. És 125 nap múlva, mert hajnalban kapta az álmot Iringó, 125 nap múlva hajnalban megtörtént a katasztrófa. Miért adta a magyarnak a figyelmeztetés Isten? Azért, hogy tudjuk, hogy ő szól hozzánk. Bízunk benne, és ne hallgassuk el az ő szavát. Ezért ezt mondja a prófétának Isten. Hogyha látod a fegyvert jönni, látod a veszélyt jönni, menj és figyelmeztesd őket, hogy jön a veszély. Most térjenek meg a képmutatásból, a hazug vallásokból, a bűneikből, forduljanak hozzám, kérnek tőlem látást, és megmenekülnek. Figyelmeztesd őket. És hogyha nem térnek meg hazug útjaikról, el fognak veszni a bűneik miatt. A lelkük is kárba fog veszni a bűneik miatt. De ha te szóltál nekik, akkor ők lesznek a felelősek azért, hogy elvesztek. De ha nem szólsz nekik, te látod, hogy mi közeledik Gyergyó felé, milyen felhők közelednek Budapest irányába. Ha nem szólsz nekik, ők szintén a saját bűneik miatt fognak elveszni. De rajtad fogom számon kérni, az ő lelküket, mert te láttad a veszélyt közeledni, és nem szóltál, hogy nehogy valaki megsértődjön. Valamelyik rokon, valamelyik ismerős, vagy nehogy csorba essék az egódba. Inkább hallgattál, és ilyen kedvesen mosolyogtál mindenhol, mindenkinek. Minden bűnös és paráznan embernek mosolyogtál. Nehogy megsértődjön. Drága embertársak, már nincsen sok hátra. Lehet, hogy nem lesz vége a világnak, úgymond, csak 50 év múlva. Ez is lehet. Hogy jaj, ez a kiáltószó tévedett, hát... Nem lett vége a világnak, nem lett világvége 2024-ben, 23-ban, vagy mit tudom én mikor. Ilyen soha nem mondunk egyébként. Soha nem mondtunk ilyet. Csak 2050-ben. De barátom, te, hogyha ma este a szemedet behunytat, és kapsz egy szívinfarktust, azt a mocskot, azt a szemetet, azt a sok képmutatást, amit felhalmoztál, azt a sok bűnt, amit felhalmoztál, magaddal viszed a túlvilágra, és az élet nem ér véget oda hát. Akkor mikor van a világ vége, emberek? Gyertek, beszéljük meg, hogy jaj, hát még lazulhatunk. Menjünk a tetőtérbe bulizni. Szoszlopok ki vannak véve, de mi menjünk bulizni. Csak 2030-ban lesz. A jó sok szerint, a varázslók szerint. Ember, számodra ma este lesz a világ vége. A szemed világának a vége ma este lesz. Ki mondta, hogy te holnap reggel fel fogsz kelni? Mit viszel magaddal? Ez a kérdés. Mert az élet nem ér véget a test halálával. Egyfolytában erről beszélünk. Figyelmeztetjük féltőn embertársainkat. Az élet nem ér véget a test halálával. Magaddal viszed, vagy békességben, megboldogultan távozol innét, vagy megkötözve a testiséged által, a hazugság által, a neheztelés által, a bűneid által mész tovább, és gyötrődsz, örök gyötrelem. Miről beszélek? Megmutatta Isten nekem személyesen, milyen a pokol. Betekintés nyerte. Nincs kétségem afelől, van, létezik. Megmutatta a mennyet is. Azt is tudom, hogy van, létezik. Nincs semmi kétségem afelől. És Jézus nem a reinkarnációról beszélt, hanem azt mondta, hogy van egy élete az embernek itt a Földön. Rengeteg lehetősége, hogy visszaforduljon Istenhez. Gyermekké legyen, Isten gyermekévé legyen. És amikor lejár a föld élet, jön az ítélet. És mindenkinek az ő tettei szerint megfizet az Úr, ezt mondja Jézus, és van gyehenna tüze, gyötrődés. Sok felvétel van erről.
arról beszélünk, hogy milyen a pokol, mert nyertünk betekintést, de nem csak mi, mások is. Igaz a mennyek országa, drága emberek. De hitvánság, gazemberség és képmutatás embertársainkkal szemben, ha csak arról beszélünk, jaj, fordulj Istenhez, mész a mennybe, meg minden oké, okay, minden Jézus szeret téged. Feltétel nélkül, nem emberek, ez hülyeség, ez baromság. Ez amerikai hinduizmus, amerikai ezotéria buddhizmus. Azt mondta, hogy azt hisztek, hogy a törökök bűnösebbek voltak, mint a székelyek, a budapestiek, magyarországiak, a felvidékiek, délvidékiek, kárpátaiak? Nem. Sőt, mondom nétek, hogyha most, ebben a momentumban nem kértek látást a szemeitekre, meg nem tértek a ti istentelenségetekből, a bűneitekből, a képmutatásból, a hazugságból, és újjá nem születtek a Krisztus szava által, és Istennek az ereje által. Elvesztek, mint a törökök, testestől és lelkestől, és az élet a test halálával nem ér véget. És ez nem gyűlöletbeszéd. Na, hogy valaki azt higgye, hogy ez gyűlöletbeszéd. Nem. Isten féltéséből kiáltottam. Mert hozzád már elközelített a világ vége, a világod vége. Talán ma este. Ma este. És mondott Jézus egy példabeszédet, egy ember, akinek nagyon sok termés hozott a földje. Azt mondja, hú, mennyi termésem van, mit kezdek ennyi terméssel? Van egy jó ötletem. Lebontom a régi csűröket, és újakat építek, nagyobbakat. És oda szépen beviszem a termést, és boldogan élhetek több éven keresztül nyugodtan. Hátradőlök, bekapcsolom a Facebookot, a YouTube-ot, hallgatom a kellemes orgánumú embereket, és éldegélek, mert bőségesen van nekem a csűrökben betakarva termés, van pénzem, van bankszámla. És azt mondja neki Isten, te bolond! Még ma este elkérik a lelkedet, mi lesz a te búzáddal, a te gazdagságoddal, amit felhalmoztál. És van-e kincsed a mennyben? Van-e lelki kincsed? Mit viszel magaddal a túlvilágra, ember? Ki mondta, hogy te még fogsz élni 20 évet? Drága embertársak, féltéssel kiáltottam. Isten könyörüljön rajtam, bűnös emberen. És meg kell szépen, bocsássatok meg nekem azt, amikor nem úgy szóltam, ahogy kellett volna szóljak, hanem kedvezni akartam a bűnös embereknek. Ahogy mondta Jézus, e bűnös és paráza nemzetség jelt követel tőle. Nem akarja elhagyni a hazugságait, a képmutatását, a bűneit, hanem jelt követel tőle. Neki kellemes orgánumú előadók kellenek, hogy beszélnek hozzuk. Altassák be őket vissza a sötétségbe. Ügyeljetek, emberek, féltőn kiáltotta magyarok, féltőn vezetők, vallási, politikai vezetők, féltőn kiáltok. Az én testemnek, az én egómnak nem kellemes és nem kényelmes erről beszélni. Egyáltalán. Az én testem is szívesebben barátkozna ott a földiekkel, a világiakkal. Többen megkerestek, sokan megkeresnek, celebek is megkerestek, híres és neves emberek is megkerestek. Jobb volna velük ottan csevegni, meg barátkozni, meg minden, de nem engedi Isten. Mert akkor ugyanazt fogom csinálni, mint a többiek. Belemegyek a hiába való, meddő dumába, eltorzítom Isten szavát. A kellemes orgánumommal féltőn kiáltottam, kedves vezetők, egyszerű és világi emberek. Azt mondja az Úristen, hogyha ma, hogyha hallod az élő Isten hívó szavát, ne keméts meg a szívedet, hogy a lelket ne vesszen el. Az újjászületés ajándék mindenkinek, aki kéri, aki nem kéri, nem fogja megkapni, mert Isten nem fogja ránk kényszeríteni. És a bűneinkkel fogunk távozni innét. Ügyeljetek, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.